Sziasztok! Idén a májusi érettségén a fogyókúra feladatot oldották meg szövegszerkesztésből a fiatalok középszinten. Én most ezt fogom megoldani, így egy 3 hónap távolságából, gyakorlásképpen. Tehát, amikor megnyitottad, elindult az érettségi, leültél a számítógéphez, valószínűleg már be lesz kapcsolva, akkor az asztalon szétnézel, és már is meg fogod találni, mondom, az asztalon szétnézel, és már is meg fogod találni a források mappát nálunk a gimnáziumban nagyjából középen. Ezt azonnali hatállyal átnevezed a saját nevedre, esetleg, hogyha van osztályod, akkor még mögé írod az osztályodat is. Utána belépsz, és leellenőrzöd, hogy az adott könyvtárban benne vannak-e a források, a forrásokban pedig azok az állományok, amelyekre szükségünk lesz. Itt a fogyókúra. Hoppá. Ezek után elkezded, megnyitod a feladatot, és elkezded a fogyókúra feladatot. Azt mondja, hogy a lakosság jelentős része elhízott, nem csak esztétikai jelent problémát, de a következtében egy sorbetegség is kialakulhat. A túlsúly megszüntetésének egyik módszere a fogyókúra, és ebben a feladatban egészséges fogyókúrát bemutató dokumentumot kell készítened, felhasználod az ismertető TXT UTF-8-as kódolású állományt, és már is itt az első feladat, megnyitod a Word-öt, és azonnali hatállyal elmented a fájlt másként a megfelelő helyre, méghozzá hova is? Az asztalra, és azon belül a saját mappán, hogy a fogyókúrán belülre mented, vagy pedig ide közvetlenül a neved alá, az már egyéni probléma, de mindenféleképpen ezen belül kell dolgoznod. És ugye a feladatot elolvasva rájössz, hogy fogyókúra nevezetű dokumentumot, nem más. Kisbetű, nagybetű nem számít, de az biztos, hogy ezen a néven ékezet nélkül mented el a dokumentumot. Innentől fogva arra figyelsz, hogy folyamatosan ments a dokumentum. A program alapértelmezett formátumában forrás felhasználásával. A dokumentumban szüntesse meg a felesleges szóközöket és üres bekezdéseket, hát ehhez meg kéne nyitnunk ezt az ismertető TXT-t, hiszen ezt akarjuk felhasználni. Megnyitottad, ha minden jól megy, jegyzettömbbe, ne próbálkozz a Word-ben való megnyitásán fölösleges, nyomj egy Ctrl-A-t, vagy a szerkesztés mindent kijelöl, bánom is, hogy csinálod, nyomj egy Ctrl-C-t, vagy a szerkesztés másolás parancsát, és utána, mivel a vágólapomon az összes szöveg már be is zárhatod a jegyzettömböt, mész vissza a Word-be, és nyomsz egy Ctrl-V-t úgy, ahogy van. Na most, akár nyomhatsz rögtön egy Ctrl-S-et is, most azt látod, hogy itt van az összes dokumentum, tele van fölösleges szóközökkel, itt van például ez nagyon bibás, meg hibás enterekkel. Én a következőt javaslom. Lazán menj végig rajta egyesével, és nézd meg, hogy hogyan, olvasd végig a dokumentumot pár perc. Persze, tudom, keresés, csere, meg minden ehhez hasonló, de legalább látod a dokumentum szerkezetét. Ahhoz, hogy ezeket meg tud csinálni, mindenféleképpen be kell lennie kapcsolva a számítógépeden a nem nyomtatandó karaktereknek, vagyis a mindent látszik-nak, és ha rám hallgatsz, akkor a nézetmenüben bekapcsolva tartod a vonalzót is. Most én ezt nem fogom végigcsinálni a videóban, állítom, hogyha úgy gondolod egyébként, hogy például ezek a három szó közből nagyon sok van, akkor nyomsz egy Ctrl-F-et, bocsánat, Ctrl-Z, nem is kell Ctrl-Z, nem navigációt akartam, Ctrl-H-t, ez azt hiszem a véleményezés menü, és nem, a kezdőlapon, keresés, csere, így van, itt van a csere funkció, Ctrl-H billentyű parancsal érhető el. És azt is mondhatod elméletileg, hogy három darab szó közt keresel, és semmire akarod cserélni. Tehát csak azokat fogja cserélni, ahol három szó köz van. Nézzük csak meg, kijelölte, hopp, bocsánat, nem elfelejtettem cserélni, tehát csere. Megint kijelölt csere. Tehát itt ez ebben a helyzetben, mivel notórikusan úgy jelölték végig tudod cserélni az összeset, 18 csere történt. Azonban, ami
Most nem tudom, hogy szánt szándékkal, a leírásban kéne megnézni, hogy itt a bekezdés végén sem szép ez a szóköz. Na most én igazából azt hiszem, úgy emlékszem, hogy erre külön nem tért ki az útmutató, mert csak itt az első háromnál volt ilyen. Ezek felesleges szóközöknek minősülnek az én szememben. A gyakorlatban azonban ezeket nem feltétlenül vettem negatív pontszámnak az adott javítási útmutató szerint. Jó, tehát ez is megvan. Látod, mennyi meló van, különösen magyarázattal egyet, a dokumentumban felesleges szóközöket és üres bekezdéseket. Az üres bekezdéseket, azokat kézzel tudod a leggyorsabban megszüntetni. Mész végig, kijelölöd, és egyszerűen megszünteted őket. Lehet, hogy van erre jobbik módszer, de én azt javaslom, hogy nézd végig, legalább látod egyszer a szerkezetét a dokumentumnak, itt már nincs is üres bekezdés, tehát készen vagyunk, Ctrl-S, az első feladatot notórikusan, szépen végrehajtva. Fontos, hogy ezt megcsináld.